Köszöntöm nézőinket, Önök a Hévízi Televízió adását látják. Mai híradónkban elsőként beszámolunk arról, hogy idősbarát település lettünk, a megyéből városunkon kívül Páka is kiérdemelte a díjat. Felhívjuk figyelmüket, hogy Hévízváros önkormányzata idén is csatlakozott a Burza Hungarika felső oktatási ösztöndíjrendszerhez, illetve tűzifát is igényelhetnek az arra rászorulók. A reformkor nagyjai címmel tartottak rendhagyó irodalomórát a Városi Könyvtárban, Fűzfa Balázs várta az általános iskola tanulóit. Végezetül a Gesztenye Fesztiválra látogatunk el, melyet már negyedik alkalommal szerveztek meg a Tavi Rózsa Kalandparkban. Ezek mai témáink, tartsanak velünk! Október az idősek hónapja. Ennek apropóján adták át Zala megye idősbarát önkormányzata 2019 díjat Hévízen a Városháza dísztermében. Az önkormányzatok a megyei idősügyi tanács kiírása és a Zala megyei közgyűlés koordinációja mellett pályázhattak a díjra. Az idei évben a nagyobb települések, városok mellett a községek közül is akadtak olyanok, akik indultak az elismerő címért. Összesen 8 pályázat érkezett. A 2007 óta működő elismerési forma fő célja megtalálni azokat az önkormányzatokat, akik a kötelező feladataikon túl az átlagosnál többet tesznek a szépkorúakért. Az önkormányzatok azok, amelyek legtöbbet tehetnek az idősekért, a szépkorúakért általában, hiszen kezükben vannak meg azok az erőforrások, az a kezdeményezési lehetőség, hogy csokorba fogják a civil szervezeteket, az egyházakat, a különféle kluboket, szakköröket, amelyekben idősek is részt vesznek és aktív szerepet vállalnak. Nagyon fontos, hogy az idősek életminőségét javítsuk, hiszen nyugdíjas korban az ember sokszor érezheti azt, hogy már nem tud annyit tenni, annyira hasznos lenni, mint a korábbi aktív időszakában. De nagyon jól tudjuk, hogy ezzel az erőforrással élni kell egy településnek, hiszen az idős emberekben nagyon nagy kezdeményezőkészség, nagyon nagy áldozatvállalás van, és nem utolsó sorban a tapasztalataikra is számíthat egy helyi közösség. A megyéből két település, Hévízvárosa és Páka községe érdemelte ki az elismerő díjat. Lukács Tibor, Páka település polgármestere az átadó beszédében hangsúlyozta, egy kis település életébe is fontos aktív életet biztosítani az idősebb korosztálynak. Hévíz polgármestere a díjátvételekor elmondta, köszönettel tartozunk az idősebb generációnak, akik a város alapjait már letették, a mi feladatunk erre tovább építkezni. Fontos az idősek otthonával és az egyházzal való együtt gondolkodás, a támogatás és az aktív élet biztosítása a szépkorúaknak. A lényeg azt gondolom az, hogy ez az idősebb korosztály, ez megfelelően aktívan tudja tölteni az idejét, legyen az egy táncklub, legyen az egy szakkör, ezeknek a megteremtése, ezeknek a támogatása, hiszen ez a cél, azt gondolom, ez a legfőbb cél, hogy ez a korosztály aktív tudjon maradni, és megkapja azokat a lehetőséget, ahol ezt az aktivitást ki tudja fejteni, és ez az, amit azt láttam a megyei közgyűlés, hogy Hévízvárosa biztosít. Pácsonyi Imre kiemelte még, az idei nyertes polgármesterek különleges szemlélettel fordulnak az idősekhez, mely minden önkormányzat számára példaértékű lehet. Hévízváros önkormányzata idén is csatlakozott a Burza Hungarika állami felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez, melynek fő célja az esélyteremtés, a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási részvételének támogatása. Azok a hévízi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek a pályázatra, akik felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulnak, vagy utolsó éves középiskolásként érettségi előtt állnak. Ezen kívül azok a felsőoktatási végzettséggel még nem rendelkező érettségizettek is pályázhatnak, akik a 2020-2021-es tanévben kezdik meg először felsőoktatási tanulmányaikat. Eddig 5000 forintot rakott az állami 5000 forinthoz az önkormányzat, és most egy döntés alapján 10000 forintot rakunk hozzá, tehát akik beadják ezt az úgynevezett pályázatot, amit most ebben a hónapokban kell intézni, és itt a hivatali kollégáknál mindenféle információt, sőt a honlapon is megkapnak, így gyakorlatilag egy felsőoktatási intézmény tanuló diák, hévízi diákról beszélünk, 15000 forint támogatást tud kapni havonta 10 hónapon keresztül,
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt érdemes benyújtani ezeknek a felsőoktatási intézményben tanulóknak. Azért hoztuk ezt a döntést, mert tudjuk azt, hogy a albérleti díjak és egyebek is megnövekedtek, és az önkormányzat büdzséje szerencsére megengedi azt, hogy ezt a réteget, vagy ezeket a felsőoktatási intézményben tanuló diákokat támogassuk. A pályázat beadáshoz az EPER Burza rendszerben kell regisztrálni. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje november 5-e. Az ösztöndíj pályázat mellett szociális célú tűzifa igényléséről is hirdetményt adott ki az önkormányzat. A támogatásra jogosultak körét az egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján ítélik meg, ennek pontos részleteiről tájékozódhatnak az önkormányzat honlapján vagy képújságunkban. Gyakorlatilag az állam biztosítja bizonyos mennyiségi tűzifát, ezt a hivatali kollégák felmérik, lehet rá jelentkezni természetesen erre is. Minden évben mondhatom azt, hogy sikeres, és kimerítjük maximálisan azt a lehetőséget, és mindenkit ki tudunk szolgálni, hiszen itt 5 köbméter felvágott tűzifáról van szó. Az önkormányzat ezt is ki szokta egészíteni minden évben, ha nagyobb az igény, többen jelentkeznek, többre van szükség, a kiszállításban is adott esetben szoktunk segíteni. Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról, vagy személyesen is átvehető a hivatalban. Benyújtásának határideje december 15-e. Az idei tanév második rendhagyó irodalomóráját tartották a héten a Városi Könyvtárban. A sorozat következő témája a reformkor nagyjai, Kölcsey és Vörös Marti című előadás volt. Dr. Fűszva Balázs irodalomtörténész az I. és Gyula Általános Iskola fiatal növendékeinek a reformkor neves alakjai életműveiből emelt ki meghatározó mondatokat, ezen kívül hangsúlyozta a téma fontosságát is. Hát, ha kimondjuk ezeket a neveket, akkor a kérdésre aztán válaszoltunk, szóval olyan emberekről van szó, akiknek köszönhetjük, hogy ma ez az ország létezik, ma itt vagyunk, beszélgethetünk, van televízió, vannak kommunikációs csatornák, világos van, jól érezzük magunkat a világban. Ezt bizony nekik köszönhetjük. Az irodalomtörténész mindig próbál egy kis humort belecsempészni az előadásokba, ezáltal kimozdítva a gyerekeket a rendes iskolai tanórák menetéből. Kepli Melioris Andrea pedagógus úgy véli, hogy nagyon feltölti a gyerekeket egy-egy ilyen alkalom. Egyfajta érdekes szellemi kirándulásnak mondható, még ha városon belül is van. Azért is egy jó dolog számunkra, mert kimozdulunk a megszokott iskolai keretből, és irodalomról, költőkről, írókról, művekről úgy hallanak a gyerekek, hogy közben interaktívan ők is bekapcsolódhatnak ezekbe a beszélgetésekbe, és nem tőlünk, tanároktól, a referencia személyektől kapják az információt, hanem költőktől, íróktól, irodalmároktól, egyetemi tanártól, akik számukra újdonságot képviselnek, ugyanolyan szavahihető és érdekes személyek, mint ahogy a mi is, de mégis máshogy mondják el. A reformkor íróinak és költőinek meg kellett teremteniük az ország önálló szellemiségét. A jelenkor írói más feladatokkal birkóznak meg, nekik elsősorban a nyelvi tudatosságot köszönhetjük. Az irodalom határozza meg, hogyan beszélünk a hétköznapokban, ezt pedig íróink, költőink verseiből, regényeiből tanulhatjuk meg a legjobban. A következő rendhagyó irodalomóra november 6-án Arany János balladáinak világába kalauzolja el a kisiskolásokat. Az ősz egyik kedvencét darálták egy speciális vágókéssel a Keszthelyi Gesztenye Fesztiválon. Ez az egyik fázisa a gesztenye liszt készítésének, amit még kevésbé ismernek hazánkban. A nagyon kellemes, jó illatú és sűrű liszt legismertebb tulajdonsága, hogy lisztérzékenyek számára is használható, mert nincs benne glutén. De cukorral és rummal keverve az ízletes masszát kapjuk belőle. A liszt készítésének folyamatát is megismerhették a fesztivál látogatói. Meg kell szárítani ugye eleve a gesztenyét, utána fekfőzzük egy bizonyos fokig, nem teljesen főzzük meg a gesztenyét, csak 90%-osra. Utána belekerül egy hasítógépbe a maga a gesztenye, az ketté veszi, és ezeken a szitákon 3 darab szitánk van, egymás után szitáljuk le. A karakteres gesztenyeliszt édes és sós ételekhez egyaránt használható. A látogatók örültek, hogy a fesztiválon frissen készült lisztet is találtak. Németországból jövünk, és ott gesztenye erdők vannak. És mi ilyenkor mindig szoktunk
gesztenyét szedni az erdőbe, ott szabadon lehet ezt szedni, és gesztenyepürére, süteményekre, valami csodálatos dolog. A tápláló és egészséges gesztenye, az abból készült édességek, lekvárok, mézek csábítóan kellették magukat a fesztivál ideje alatt. Az irántuk való érdeklődés sem maradt el, a sült gesztenye illata pedig folyamatosan a helyszínre csalta az ízletes csemege kedvelőit. A gesztenye ünnep elindítói a célt elérték, népszerűsíteni szerették volna a gyümölcsöt a térségben. Itt nagyon sok szorvány gesztenyés található, mivel megfelelő az éghajlat és a talaj a gesztenye számára itt Zala megyében és itt Keszthely környékén is, és ezért gondoltuk, hogy az emberek jobban megismerhessék a különböző gesztenyefajtákat, megkóstolhassák őket, és hogy egy kicsit kimozdítjuk a családokat ilyenkor ősszel is. A jó hangulatú őszi program a gesztenyés finomságok mellett a vásárban növényeket, kézműves darabokat és kellemes szórakozást is kínált. Hétvégén hazai pályán játszik városunk NB2-es női kézilabda csapata. A lányok október 13-án vasárnap 14 órai kezdettel a marcali együttesét fogadják a városi sportcsarnokban. Az Arthritis világnapja alkalmából programot tartanak a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma kórházban október 15-én kedden 9 órától. Tanácsadással, testösszetételméréssel várják az érdeklődőket a fedett fürdő aulájában. Szevasztok! Ez itt a... Elindult a csatornánk. Kommenteket fogunk felolvasni, mert kaptunk egy pára. Tetszik, hogy ilyen őszinte és viccesek vagytok. Köszi! Az iskolából hívtak, hogy menjünk be. Valami lányról van szó, akivel együtt bulisztál péntek este, most már eltűnt. Kicsoda? Lilla. Mond valamit. Gergő! Álljál ezzel, mi van? Miért rúgtak ki? Azért, mert eltűnt. Nem, ilyen nincs. Megtaláljuk, jó? Megtaláljuk, és utána bebasszunk. Azt mondják, hogy mi van a csajokkal, hogy egyik este még oda nyomja a segét a faszomhoz, akkor minek játsz előtte a szűzlány? Hát az, hogy egy lány belemegy a játékaitokba, még nem azt jelenti, hogy meg is baszhatod, te fasz! Gergő, elmondanád, hogy mi történt azon az estén? Magyarország jobban teljesít. Jól jön a segítség a közös életkezdéshez. Örülök, hogy ránk is gondolnak. Elindult a családvédelmi akcióterv. Babaváró támogatást kaphatnak a családok akár 10 millió forint értékben. A legfontosabb mégiscsak az, hogy aki akar és tud, az dolgozhasson. A rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian, mint most. 2010 óta több mint 800 ezer új munkahely jött létre. Magyarország jobban teljesít. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Pap Gábor vagyok, Hévízváros polgármestere. Büszkék vagyunk városunkra, az itt élő emberekre, és őszintén hiszünk egy fejlett, új lehetőségekkel rendelkező Hévízben. Tapasztalataim szerint mindezt azonos értékrendet képviselő, közösen együtt dolgozni tudó képviselő csapattal lehet megvalósítani. Kérem, szavazzanak rám,
és képviselőtársaimra az október 13-ai önkormányzati választáson. Hévíz a közös jövőnk, tegyünk érte együtt! Távlatokat nyitunk a város fejlődésében, mert Hévíz a közös jövőnk. Tegyünk érte együtt! Most következő magazin műsorunkban elsőként Egykorony című rovatunkkal jelentkezünk, melyben a késélezés mesterségét mutatjuk be önöknek. Megismerhetik Belencsák Mihályt, kinek családja generációk óta űzi a mesterséget, és a hévízi termelői piacon is kínálja portékáját. Ezt követően Talentum Pódium rovatunk ismétlésében Illés Márk mond verset, végezetül pedig az általános iskola növendékeinek koncertjét tekinthetik meg, melyet a Zene Világnapja alkalmából tartottak a Városházán. További tartalmas időtöltést kívánok! Nálad egy Belencsák? Ezt a kérdést Körmenden és környékén már az 1800-as évek óta felteszik. A Belencsák pedig nem jelent mást, mint hazánk egyik késkészítő dinasztiájának a nevét, mert a Belencsák családban 4 generációra visszatekintve mindenki késes volt, vagy éppen most is késes. A család sarjai közül 2 mester Körmenden, egy pedig Sopronban dolgozik, de a gyermekeik is ezt a szakmát választották. Nekünk hévízieknek nagy szerencsénk van, hiszen a Belencsák família egyik késkészítő nagymestere, Belencsák Mihály, a hévízi piac árusa. Minden kedden és csütörtökön elhozza Hévízre a portékáját, mert nálunk még nagy becsben tartják a kézzel készített kiváló árut. Egy percig se gondoljuk, hogy manapság kést csak szaküzletben vagy nagy áruházban vásárolnak. Aki igazán ért a késekhez és jó minőséget szeretne magának, az csakis a késesnél néz körül, mert a választék itt csak úgy, mint marketing nyelven szólva, minden igényt kielégítő. Nem hiába mondják, a kés az ember által használt egyik legősibb eszköz, ráadásul egy jó kés minimum 30 évig szolgálja a gazdáját. A mesterség a kezdetek óta nem sokat változott. Nagyapám, amikor Körmendre jött, akkor két ipari tanuló volt, az hajtott egy 4 méteres kerekát, csak úgy hajtották, mert nem volt villany se Körmenden, tehát annyit változott már, hogy máma villanyja vagyunk meghajtva. Ilyen gyakorlatilag olyan sokat nem változtattuk, máma modernabb dolgokban dolgoznak, szallagcsiszolókon dolgoznak általában modernabb késeknál, vagy a fiatalabb késesek, de még hagyományos módszerekkel dolgozunk mi mindig, fészkorongon. Csiszolunk, vizáskövön köszörülünk, mi nálunk a műhelyben is ilyen laposzín meghajtású műhelyünkben, ezt képen mutattam, ahol a bátyám még az édesapám műhelyében dolgozik. Hát egy-két dolog van, amit lehetett modernizálni, de különösképpen nem tudunk. Nem kell már rászállnunk, hanem ki tudjuk csiszolni csiszolópapírokon a késeket, tehát ilyesmivel modernizálódott, de késességben sok mindent nem lehet, mert kés, mint kézi munka, mindent kézzel lehet, tehát géppen meg lehet géppen kiváltani. Honnan sikerül beszerezni az alapanyagokat? Hát az alapanyag most már nem probléma, az alapanyag Budapesten meg lehet venni. Van az Italinoxnál, vagy a Böllernál, vagy a Kruppanyagnál olyan anyaggal dolgozunk, amilyennel akarunk, úgyhogy az anyagbeszerzés nem probléma.
Milyen késeket használnak mostanában, mire van kereslet? Hát, kereslet azért nagyon sokféle kést kell csinálnunk, mert olyan kimondott kereslet semmire sincs, de hát mindenkinek valaki, ha megakad a szeme, akkor tud venni, nagyon szép zsebkéseink vannak, nagyon kis gyerek, pici gyerekkéstől a egész nagy grószig, a nagyobb zsebkésekig. Szakácsoknak? Hát a szakácsoknak, a szakácsok azok nálunk nem olyan nagyon vásárolnak, a szakácsok azok inkább csak 50.000 forintos késeket vesznek meg. Nálunk akkor háziasszonyoknak? Háziasszonyok, igen, a háziasszonyok, meg a ilyen szakácskéseim is, nagyon szép szakácskéseim van nekem is, ami nagyon gyönyörű munka, de ezt inkább a férfiak veszik meg, aki szeret otthon főzni, de akkor vesz magának passzióba egy ilyen szép szakácskést. Mert nagyon jó filézőkéseink vannak, ilyen hajlékon kovácsolt pengék, ezek mind az halhoz, vadhoz, de nagyon nagy a kínálatunk, vagy a felhozatalunk a konyhakésekből is, zöldségkések, kenőkések, vajkenőkéseket hát nagyon szeretik a reggelizéshez. Hát a Bicskáknál meg van szép szalonnázóink, az inkább aki olyan városi ember, a szalonnázót vesz meg, a falusi ember egy erősebb kést vesz meg, amiben faraghat, vagy ami még otthon munkálkodni tud vele. De nagyon szépek, ami aztán a gyűjtő embereknek a matróz késünk, nagyfájás görbe. Hát, melyik a legkülönlegesebb, amit itt látunk? Hát, talán ez? Így látványra, ez igen. Nagyon szép. Igen, ez egy matróz. Meg ez a kicsi is. Ez a kicsi, meg ez a pici a különleges, mert ilyet nem gyárt senki, csak én csinálok egy ilyen kis pici kés. Egy jó kés elkészítéséhez jó eszközök is kellenek. Mihály bácsinak természetesen minden adottsága és mindenféle feltétele megvan ahhoz, hogy kifogástalan késeket készítsen. Már 10 éves korában apja műhelyében sertepert élt. Bár ő nagyon szerény, azért másoktól megtudtuk, hogy a köztársasági elnöktől 2017-ben a hagyományos magyar népművészeti formák megőrzéséért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. Belencsák mester sokat tett érte, hogy kiváló mester váljon belőle. A kezdetektől fogva minden nap lemegy a műhelyébe dolgozni. Mint mondja, őt ez élteti. A legapróbb részletektől minden munkafázist maga végez. A késen mindent, a legapróbb dologtól mindent mit csinálunk. A szegát veszünk meg hozzá, meg az alapanyagot, meg a szarvasagancsot. Más mindent azt magunk formálunk ki, magunk csináljuk. De dolgozunk szarvasagancsal, szarúval kevesebb késünk van már. Annyira nem keresett, inkább az agancsnál is szeretik, az a legtartósabb kés, már az törhetetlen, tehát nem törik el, ha ütik, vagy kalapál, vagy hát így leájtik, vagy valami, az nem törékeny. Meg fanyéllel dolgozunk, ugye szilvafanyéllel, diófanyéllel, uszadékfanyéllel. Az uszadék az ilyen különleges fáz, a rábában van, az több száz évig a mederben van, az iszabban, és amikor újra rába máshol folyik, és akkor előkerülnek ezek a fák, kimossa a partódalbú, azok így meg vannak fekátedve, tehát az minden késes nem használja, mert az a helyi jellegű kések ezek, vagy anyagok. Mennyire él még az a hagyomány, hogy összegyűjtik a késeket, és akkor elviszik a köszörűshöz megint? Hát ez sajnos, ez már nem olyan nagyon él ez már, mert valamikor a késes mesterség azért létezett, mert a férfiak borodválva, késsel borodválkoztak, és a kés az minden évben egyszer köszörűshöz el kellett vinni. Egyik évben megköszörültette, következő évben elég volt az, ha csak átfenette. De amikor annyira húzott már a borotva, nem tudott megborodválkozni vele, akkor kénytelen volt elmenni a késeshöz, akkor vitte a borodvált, akkor már egy pár kést is vitt, vagy éppen vásárolt egy kést, viszont a disznőrési szezon előtt mindenki elvitte a késeit megköszörültetni. Ez egy olyan ezért volt szertartás, ott maga a disznőrés is, még akkor a késeket is előtte elvitték megköszörültetni, hogy élesek legyenek a kések a disznőrésre. Itt a bicska, bugyli bicska, nyitva csukva, csukva nyitva, ha becsukom fél akkora, ha kinyitom két akkora. Kérem, ez egy olyan gyártmány, 110-et rendelt a császár. Mindezt Ág István írta, utalva arra, hogy egykor mekkora kereslet mutatkozott a jó minőségű kés iránt. Vannak késgyűjtők, akik szigorúan csak a nagy nevű késkészítőktől vásárolnak vágóeszközt. Magyarországon 5 nagy késkészítőt jegyeznek. A kihaló félben lévő szakma aranykezű mesterének, Mihály bácsinak a szeme előtt egy cél lebeg. Az a mondat, hogy van nálad egy belencsák? Elhangzik. Mindenki tudja, hogy a család hagyományos technológiával előállított késeiről beszélnek. A mester szakma iránti elhivatottsága elismerésre méltó. Az az öröm az embernek, amikor már sokan idejönnek, a kést is megnézik. Nem probléma az, hogyha nem is vesz, mert férfi ember szeretni, mindig mondom, tessék, megnézegetni nyugodtan.
hogy az asszonyok annyira nem késesek, de a férfi hát miért megnézi. Igen. Ez a hobbim nekem, a munkám, 63 éves vagyok, de minden nap ledolgozom a 8 órámat, de szeretem csinálni, úgyhogy szeretet kell, hogy az ember tudja csinálni. Ugye fiatalnak nagyon nehéz a megélhetés ebből, tehát az olyan mesterség, amiből nagyon nem lehet megélni már, aki tehát vásárokra járni, az egyszerűen nem egy jó család szempontjából nem jó az, hogy minden hétvégén valaki vásárban, egy hétvégén vásárban van. A munka iránti szeretet lényegét már Catherine Graham, amerikai újságíró is megfogalmazta. Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van. Felhetjük nyugodtan a késünket, kitartással bármit elérhetünk. Soha nem törik bele a bicskánk, még a legnagyobb feladatba sem. Lackfi János, apám kakasa. Ej, mi a szősz kakassza ki? Csak nem a szobában lakik. Megzakkantán az öregem, s beengedi ide nekem. Ide repül, oda kotor, tele önnel minden bokor. Bár nincs is bokor a házban, s a kakas se kell magázzam. Kukorékolsz, mint az ágyú, az agyunk is belelágyul. Mint a postás a levelet, padlónk telepecsételed. Becsüld meg magad, öregem, mert hát úszni nem tudsz te sem, s ha a levesben kötsz ki végül, tarajod is bele kékül. Macska, téged arra intlek, ne lépj túl bizonyos szintet. Kakasnak erős a csőre, vagdos vele, nyakra főre. Láttam már félszemű kandúrt, biztosítlak, jól elrandult. S ha a harcban nem nyugodsz ki, hát apám fog agyon csapni. Sing, sing.
Köszöntöm nézőinket, Önök a Hévízi Televízió adását látják. Mai híradónkban elsőként beszámolunk arról, hogy idősbarát település lettünk, a megyéből városunkon kívül Páka is kiérdemelte a díjat. Felhívjuk figyelmüket, hogy Hévízváros önkormányzata idén is csatlakozott a Burza Hungarika felső oktatási ösztöndíjrendszerhez, illetve tűzifát is igényelhetnek az arra rászorulók. A reformkor nagyjai címmel tartottak rendhagyó irodalomórát a Városi Könyvtárban, Fűzfa Balázs várta az általános iskola tanulóit. Végezetül a Gesztenye Fesztiválra látogatunk el, melyet már negyedik alkalommal szerveztek meg a Tavi Rózsa Kalandparkban. Ezek mai témáink, tartsanak velünk! Október az idősek hónapja. Ennek apropóján adták át Zala megye idősbarát önkormányzata 2019 díjat Hévízen a Városháza dísztermében. Az önkormányzatok a megyei idősügyi tanács kiírása és a Zala megyei közgyűlés koordinációja mellett pályázhattak a díjra. Az idei évben a nagyobb települések, városok mellett a községek közül is akadtak olyanok, akik indultak az elismerő címért. Összesen 8 pályázat érkezett. A 2007 óta működő elismerési forma fő célja megtalálni azokat az önkormányzatokat, akik a kötelező feladataikon túl az átlagosnál többet tesznek a szépkorúakért. Az önkormányzatok azok, amelyek legtöbbet tehetnek az idősekért, a szépkorúakért általában, hiszen kezükben vannak meg azok az erőforrások, az a kezdeményezési lehetőség, hogy csokorba fogják a civil szervezeteket, az egyházakat, a különféle klubokat, szakköröket, amelyekben idősek is részt vesznek és aktív szerepet vállalnak. Nagyon fontos, hogy az idősek életminőségét javítsuk, hiszen nyugdíjas korban az ember sokszor érezheti azt, hogy már nem tud annyit tenni, annyira hasznos lenni, mint a korábbi aktív időszakában. De nagyon jól tudjuk, hogy ezzel az erőforrással élni kell egy településnek, hiszen az idős emberekben nagyon nagy kezdeményezőkészség, nagyon nagy áldozatvállalás van, és nem utolsó sorban a tapasztalataikra is számíthat egy helyi közösség. A megyéből két település, Hévízvárosa és Páka községe érdemelte ki az elismerő díjat. Lukács Tibor, Páka település polgármestere az átadó beszédében hangsúlyozta, egy kis település életébe is fontos aktív életet biztosítani az idősebb korosztálynak. Hévíz polgármestere a díjátvételekor elmondta, köszönettel tartozunk az idősebb generációnak, akik a város alapjait már letették, a mi feladatunk erre tovább építkezni. Fontos az idősek otthonával és az egyházzal való együtt gondolkodás, a támogatás és az aktív élet biztosítása a szépkorúaknak. A lényeg azt gondolom az, hogy ez az idősebb korosztály, ez megfelelően aktívan tudja tölteni az idejét, legyen az egy táncklub, legyen az egy szakkör, ezeknek a megteremtése, ezeknek a támogatása, hiszen ez a cél, azt gondolom ez a legfőbb cél, hogy ez a korosztály aktív tudjon maradni, és megkapja azokat a lehetőséget, ahol ezt az aktivitást ki tudja fejteni, és ez az, amit azt láttam a megyei közgyűlés, hogy Hévízvárosa biztosít. Pácsonyi Imre kiemelte még, az idei nyertes polgármesterek különleges szemlélettel fordulnak az idősekhez, mely minden önkormányzat számára példaértékű lehet. Hévízváros önkormányzata idén is csatlakozott a Burza Hungarika állami felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez, melynek fő célja az esélyteremtés, a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási részvételének támogatása. Azok a hévízi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek a pályázatra, akik felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulnak, vagy utolsó éves középiskolásként érettségi előtt állnak. Ezen kívül azok a felsőoktatási végzettséggel még nem rendelkező érettségizettek is pályázhatnak, akik a 2020-2021-es tanévben kezdik meg először felsőoktatási tanulmányaikat. Eddig 5000 forintot rakott az állami 5000 forinthoz az önkormányzat, és most egy döntés alapján 10000 forintot rakunk hozzá, tehát akik beadják ezt az úgynevezett pályázatot, amit most ebben a hónapokban kell intézni, és itt a hivatali kollégáknál mindenféle információt, sőt a honlapon is megkapnak, így gyakorlatilag egy felsőoktatási intézmény tanuló diák, hévízi diákról beszélünk, 15000 forint támogatást tud kapni havonta 10 hónapon keresztül,
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt érdemes benyújtani ezeknek a felsőoktatási intézményben tanulóknak. Azért hoztuk ezt a döntést, mert tudjuk azt, hogy a albérleti díjak és egyebek is megnövekedtek, és az önkormányzat büdzséje szerencsére megengedi azt, hogy ezt a réteget, vagy ezeket a felsőoktatási intézményben tanuló diákokat támogassuk. A pályázat beadáshoz az EPER Bursa rendszerben kell regisztrálni. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje november 5-e. Az ösztöndíj pályázat mellett szociális célú tűzifa igényléséről is hirdetményt adott ki az önkormányzat. A támogatásra jogosultak körét az egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján ítélik meg, ennek pontos részleteiről tájékozódhatnak az önkormányzat honlapján vagy képújságunkban. Gyakorlatilag az állam biztosítja bizonyos mennyiségi tűzifát, ezt a hivatali kollégák felmérik, lehet rá jelentkezni természetesen erre is. Minden évben mondhatom azt, hogy sikeres, és kimerítjük maximálisan azt a lehetőséget, és mindenkit ki tudunk szolgálni, hiszen itt 5 köbméter felvágott tűzifáról van szó. Az önkormányzat ezt is ki szokta egészíteni minden évben, ha nagyobb az igény, többen jelentkeznek, többre van szükség, a kiszállításban is adott esetben szoktunk segíteni. Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról, vagy személyesen is átvehető a hivatalban. Benyújtásának határideje december 15-e. Az idei tanév második rendhagyó irodalomóráját tartották a héten a Városi Könyvtárban. A sorozat következő témája a reformkor nagyjai, Kölcsey és Vörös Marti című előadás volt. Dr. Fűszva Balázs irodalomtörténész, az I. és Gyula Általános Iskola fiatal növendékeinek a reformkor neves alakjai életműveiből emelt ki meghatározó mondatokat, ezen kívül hangsúlyozta a téma fontosságát is. Hát, ha kimondjuk ezeket a neveket, akkor a kérdésre aztán válaszoltunk, szóval olyan emberekről van szó, akiknek köszönhetjük, hogy ma ez az ország létezik, ma itt vagyunk, beszélgethetünk, van televízió, vannak kommunikációs csatornák, világos van, jól érezzük magunkat a világban. Ezt bizony nekik köszönhetjük. Az irodalomtörténész mindig próbál egy kis humort belecsempészni az előadásokba, ezáltal kimozdítva a gyerekeket a rendes iskolai tanórák menetéből. Kepli Melioris Andrea pedagógus úgy véli, hogy nagyon feltölti a gyerekeket egy-egy ilyen alkalom. Egyfajta érdekes, szellemi kirándulásnak mondható, még ha városon belül is van. Azért is egy jó dolog számunkra, mert kimozdulunk a megszokott iskolai keretből, és irodalomról, költőkről, írókról, művekről úgy hallanak a gyerekek, hogy közben interaktívan ők is bekapcsolódhatnak ezekbe a beszélgetésekbe, és nem tőlünk, tanároktól, a referencia személyektől kapják az információt, hanem költőktől, íróktól, irodalmároktól, egyetemi tanártól, akik számukra újdonságot képviselnek, ugyanolyan szavahihető és érdekes személyek, mint ahogy a mi is, de mégis máshogy mondják el. A reformkor íróinak és költőinek meg kellett teremteniük az ország önálló szellemiségét. A jelenkor írói más feladatokkal birkóznak meg, nekik elsősorban a nyelvi tudatosságot köszönhetjük. Az irodalom határozza meg, hogyan beszélünk a hétköznapokban, ezt pedig íróink, költőink verseiből, regényeiből tanulhatjuk meg a legjobban. A következő rendhagyó irodalomóra november 6-án Arany János balladáinak világába kalauzolja el a kisiskolásokat. Az ősz egyik kedvencét darálták egy speciális vágókéssel a Keszthelyi Gesztenye Fesztiválon. Ez az egyik fázisa a gesztenyeliszt készítésének, amit még kevésbé ismernek hazánkban. A nagyon kellemes, jó illatú és sűrű liszt legismertebb tulajdonsága, hogy lisztérzékenyek számára is használható, mert nincs benne glutén. De cukorral és rummal keverve az ízletes masszát kapjuk belőle. A liszt készítésének folyamatát is megismerhették a fesztivál látogatói. Meg kell szárítani ugye eleve a gesztenyét, utána fekfőzzük egy bizonyos fokig, nem teljesen főzzük meg a gesztenyét, csak 90%-osra. Utána belekerül egy hasítógépbe a maga a gesztenye, az ketté veszi, és ezeken a szitákon 3 darab szitánk van, egymás után szitáljuk le. A karakteres gesztenyeliszt édes és sós ételekhez egyaránt használható. A látogatók örültek, hogy a fesztiválon frissen készült lisztet is találtak. Németországból jövünk, és ott gesztenye erdők vannak. És mi ilyenkor mindig szoktunk
gesztenyét szedni az erdőbe, ott szabadon lehet ezt szedni, és gesztenyepürére, süteményekre, valami csodálatos dolog. A tápláló és egészséges gesztenye, az abból készült édességek, lekvárok, mézek csábítóan kellették magukat a fesztivál ideje alatt. Az irántuk való érdeklődés sem maradt el, a sült gesztenye illata pedig folyamatosan a helyszínre csalta az ízletes csemege kedvelőit. A gesztenye ünnep elindítói a célt elérték, népszerűsíteni szerették volna a gyümölcsöt a térségben. Itt nagyon sok szorvány gesztenye is található, mivel megfelelő az éghajlat és a talaj a gesztenye számára itt Zala megyében és itt Keszthely környékén is, és ezért gondoltuk, hogy az emberek jobban megismerhessék a különböző gesztenyefajtákat, megkóstolhassák őket, és hogy egy kicsit kimozdítjuk a családokat ilyenkor ősszel is. A jó hangulatú őszi program a gesztenyés finomságok mellett a vásárban növényeket, kézműves darabokat és kellemes szórakozást is kínált. Hétvégén hazai pályán játszik városunk NB2-es női kézilabda csapata. A lányok október 13-án vasárnap 14 órai kezdettel a Marcali együttesét fogadják a Városi Sportcsarnokban. Az Artritis világnapja alkalmából programot tartanak a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma kórházban október 15-én kedden 9 órától, tanácsadással, testösszetételméréssel várják az érdeklődőket a fedett fürdő aulájában. Szevasztok, ez itt a Elindult a csatornánk. Kommenteket fogunk felolvasni, mert kaptunk egy párat. Tetszik, hogy ilyen őszinte és viccesek vagytok. Köszönjük. Iskolából hívtak, hogy menjünk be. Valami lányról van szó, akivel együtt bulisztál péntek este, most meg eltűnt. Kicsoda? Lilla. Mond valamit? Gergő! Álljál le ezzel, mi van? Miért rúgtak ki? Azért, mert eltűnt. Nem, ilyen nincs. Megtaláljuk, jó? Megtaláljuk, és utána bebasszunk. Azt mondják, hogy mi van a csajokkal, hogy egyik este még oda nyomja a segét a faszomhoz, akkor minek játsz hát előtte a szűzlány? Hát azt, hogy egy lány belemegy a játékaitokba, még nem azt jelenti, hogy meg is baszhatod, te fasz! Elmondanád, hogy mi történt azon az estén?